Mi történt januárban és februárban a Kemény Tojás honlapon? Igazából már régóta, régen ígértem már itt nektek is ezt a videót, hogy elkészítem, és húztam, halasztottam. Megmondom őszintén azért, mert hogyha azt nézzük, hogy mi történt januárban és februárban, akkor arra lehet úgy is válaszolni, hogy semmi, meg lehet úgy is válaszolni, hogy sok minden. Mindjárt elmondom, hogy miről van szó hogyha mondjuk a számokat nézzük olyan értelemben, hogy, hogy hány látogató volt, akkor, akkor nem sok minden történt, tehát igazából most egy picit talán az előző héten látszik valamennyire emelkedés, de az kicsit most ez itt különleges, mert ugye volt egy négy napos hétvége, meg most fog jönni a húsvét, tehát olyankor főleg egy ilyen ételes, receptes gasztro oldalnál nem feltétlenül lehet összehasonlítani másik hetekkel, tehát ez, ez Szóval tulajdonképpen ez egy stagnáló látogatottság, amúgy hasonló adatok vannak, vagy látszanak a, a, a keresőből is. Hogyha megnézzük mondjuk a január-február, tehát gyakorlatilag ebben ugye már benne van azért a márciusnak is a, a, a az, az, eleje, vagy hát már gyakorlatilag a közepe. És uh, Másik oldalon azért nyilván történt bevétel oldalról változás, ezt már láthattad, hogyha megnézted a februári bevételek és költségek összesítését, mert ugye ezt az etárgetes hirdetést, amit mondjuk, bár végül is a főoldalon is volt, de talán itt látsz, így van, ezeket az eltárgetes hirdetéseket akkor tettem be, és igazából ez olyan, ez olyan majdnem 50%-kal meg tudta, meg tudja növelni a, a bevételeket, tulajdonképpen úgy, hogy csak egyszer kellett vele dolgozni, de utaltam már rá többször, hogy ez nem olyan sok, tehát most az gyakorlatilag, hogyha úgy nézzük, hogy most 5000 forintot vagy 7000 forintot keres az ember egy hónapban, akkor persze matematikailag másfélszer annyi a 7000 vagy a 7005, de igazából nyilván nem azért csinálunk valamit feltétlenül hogy most 7000 forintot keressünk belőle egy hónapban. És ami viszont történt a, a, a háttérben, az egészen sok cikk került föl. Most nézzük csak a, a közzétetteket, tehát amik már megjelentek. Ugye gyakorlatilag igazából... Eddig volt februárban, és ezért a nagy része az januárban volt. Egy nagyon picit itt bevallom, őszintén elvesztettem a lelkesedésemet, illetve ez nem teljesen így van, hogy elvesztettem a lelkesedésemet, hanem más dolgokkal kellett foglalkoznom. Elég sok új termékkel jöttünk ki a honlapra felnél, és ezeket kellett megcsinálnom, úgyhogy nem ment fel annyi recept, de tulajdonképpen januárban és februárban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 21 darab recept ment föl, és emellett még fölment 1, 2, 3, 4 darab cikk, tehát kb. olyan 25 darab ugye cikk, cikk, alatt ezt értem, tehát ami nem egy, nem egy kifejezetten recept, hanem mondjuk egy írás, hogy hogyan fújt ki a tojás, de ez nem jó, mert az már Március nem mondjuk blansírozás, hogy mit jelent az, hogy blansírozás. Úgyhogy volt azért munka, gyakorlatilag ez a 25, ez azt jelenti, hogy, hogy majdnem harmadával megnöveltem a, 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 a cikkeknek a számát. Ez viszont nem nagyon látszik még az eredményekben, tehát mondjuk, hogyha a keresőben megnéznénk ezek közül egyet-egyet, akkor az a helyzet, hogy a, a, a komolyabb recepteknek a többsége, az valahol a, mondjuk megnézzük a sonka tekercset, ez talán egy picit azért lesz érdekes, mert ugye azt húsvétkor keresik. A, igen, tehát a, ezeknek a recepteknek a többsége az valahol a, a, a harmadik és az ötödik oldal között érkezik be a, a, a Google-ben. Mondjuk itt nem is annyira a tormakrém, ami számít, de a sonkatekercs recept, amire többen keresnek, az azért ilyen nézzük akkor csak az elmúlt 28 napot, mindjárt kihozom, hogy mit akarok ebből kihozni. Azért volt itt valamennyi javulás, de az a lényeg, hogy Ugye ez az oldal hiába van most már másfél éve, azért egy évig majd, hogy nem semmit nem csináltam vele, de ez még viszonylag új a Google szemében, és, és, a keményebb receptek azért csak ilyen 20. és 40. hely között szoktak beérkezni. Én azért az bevallom őszintén, hogy a másik honlapomról, ugye, ami, ami sokkal látogatottabb, és már sokkal jobb eredményei vannak, <kül> Azért ezen a honlapomon már hozzán szoktam ahhoz, hogy gyakorlatilag majdnem minden receptet be tudok hozni. Viszonylag gyorsan már legalább az első oldalra, úgyhogy egy picit itt most nekem is meg kell szoknom, hogy ez nem mindig van így. Az is igaz, hogy néhányszor azért elég nagy keresésű recepteket választottam, de például amik már egy picit régebbiek, tehát amik, amik mondjuk valamikor mondjuk, vagy mondjuk egészen januárnak a legelején, tehát aminek, aminek, már volt azért, talán a sárga borsó főzelék már egy picit mutat jobb eredményeket. Így van, tehát itt egy picit már elkezdődött az elmúlt, elmúlt pár napban ezeknek a, az, hogy ezek följöjjenek. Ugye a, itt van, tehát ezen látszik a zöld a helyezés, nagyjából, nagyjából egy helyen volt, és, és körülbelül az elmúlt egy-két hétben elkezdett valamilyen szinten följönni. Ez egy nagyon -nagy, nagyon nagy átlag, amit most nézünk, tehát ebből nem biztos, hogy sok minden látszik. Én, az én szemem azért ebből már kiszúrja azt, hogy bizonyos idő kell minden egyes kulcs szónak, hogy az ember hogy, hogy egyszerűen följöjjön. Nagyon valószínű, hogy ezek a receptek, amiket mondjuk januárban, februárban írtam, ezek majd valamikor nyárra érnek be, de az is lehet, hogy majd csak idén karácsonyra, vagy jövő, jövő januárra, februárra hoznak ezek jó eredményeket. Igen, ehhez nyilván hozzá kell szokni a kereső a kapcsolatban, hogyha valaki a keresőnek is dolgozik, vagy a keresőtől is vár látogatottságot, mert persze azért azt mi várunk, nyert megmondom, hogy milyen arányban, azt gondolom, hogy elég nagy arányban, így van, tehát 78 arányban, 78 százalék arányban jönnek azért a keresőből a látogatók, ez nem véletlen és uh, szóval, hogyha az ember a keresőre alapoz, akkor ehhez hozzá kell szokni, hogy nagyon-nagyon hogy stabilan tud látogatókat hozni, de ez nem olyan, mint, mint mondjuk egy Facebook, hogy kiteszed a posztot, és akkor azonnal vagy jönnek, vagy nem jönnek, de általában, ha jönnek, akkor azonnal jönnek, hanem ez egy, egy jó ideig eltelik, viszont utána, jó idő eltelik, mire elkezdi hozni a látogatókat, viszont utána jönnek keményen, úgyhogy ez történt igazából, még egy dolog, még egy érdekesség, amit meg akartam mutatni, ezt bevallom, hogy én is csak úgy véletlenül vettem észre, ugye most itt a holnapra felen azért elkezdtem jóval keményebben és komolyabban videózni, és valahogy így ráakadtam, hogy volt nekem egyetlen egy videó, mint a, a, a kemény tojás csatornán, tehát csináltam egy ilyen YouTube csatornát, és ez egy olyan videó, amin nem beszélek, csak csak uh, mutatom, hogy, uh, hogy, hogyan megy az élesztő, és akkor olyan gyorsított felvétel van, hogy itt most pont nem gyorsított, mindjárt látni fogod. Itt most gyorsított ott a két nyíl, és akkor így mutatja, hogy hogyan, <kül> hogyan nő meg az élesztő, és igazából amit ezzel kapcsolatban akartam mutatni, hogy ezt így, én el is felejtkeztem róla, hogy ez itt volt, és számomra meglepetés volt, hogy ezt egészen szépen elkezdte hozni már a, a, a YouTube-nak a keresője, azzal együtt, hogy ez az egyetlen egy videómban van fönt, tehát nyilván ettől nagy, más nagy eredményt nem kell várni, és ugye most például, hogy csinálom ezt a videót, már 1717-szer nézték meg, ami nyilván hát több százezeres, vagy több milliós nézettségű videó videókhoz képest, amiket azért el lehet érni a YouTube-on akár, akár még magyar nyelvterületen is, de nemzetközileg meg mindenképpen az képest, képest, ez semmi, de, de ugye érdekes volt nekem, és jó érzés volt, hogy hát fölkerült egy videó, és valahogy, valahogy itt ezt jól eltaláltam. Nagyon mutatja amúgy, hogy nagyon sokan jönnek a, a, YouTube keresőből erre, és uh, voltam úgy pozitív hozzászólás is és hogy már majdnem 2000-en majdnem 2000-en megnézték. Úgyhogy ezek történtek, igazából a lényeg az az, hogy bekerült a plusz egy hirdetés, ami valamilyen szinten azért majdnem 50%-kal meg tudja növelni a bevételt, ez nagyon szuper. Fölkerült 25 új plusz tartalom, tehát majdnem gyakorlatilag a harmadával megnövekedett a tartalom, és ez biztos, hogy hosszú távon sokkal több bevételt fog hozni, de jelen pillanatban ez még nem látszik a honlapon, úgyhogy ez az a honlap építési tartalom szempontból honlap pépítési fázis, ami a legnehezebb, ami a legnehezebb az embernek átmennie, mert ilyenkor van az, hogy csak tolod bele, tolod bele az energiát, tényleg úgy érzed, mert 25 receptet azért meg kell írni, föl kell tenni, még akkor is, hogyha nagyon sok olyan jellegű receptet tettem föl, amikor úgy mond, hát nevezheted ne úgy, hogy csaltam, én azt mondom, hogy ez a, ez a, logikus gondolkodás, főleg, hogyha valaki megért, hogy a kereső mit szeretne, ugye megcsináltam a sonkatekercset, de a sonkatekercsbe kellett tormakrém, arra is keresnek az emberek, tehát lett belőle egy tormakrém recept is, a tormakrémbe pedig Besamel Mártás, vagy más néven Fehér Mártás kerül, arra is keresnek az emberek, abból is lett egy recept, tehát azért a 25 bejegyzés, vagy 25 recept, az nem feltétlenül 25 külön elkészített receptet jelent, de volt vele munka, és ugye ebből még semmi sem látszik, majd lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva fog látszani, három hónap múlva, úgyhogy, úgyhogy ez ez a fázis, de ezt már tapasztalatból tudom mondani, és ezért is vagyok kitartó, hogy ez nagyon megérés, nagyon vissza tud jönni, hogyha az ember jól csinálja, és kitartó, és nem adja föl. Úgyhogy, ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan jön ez vissza nekem, akkor javaslom, hogy iratkozz fel a honlapra fel YouTube csatornára, mert többek között ezt az élősót is rendszeresen teszem föl, tehát folyamatosan publikálom, hogy mi történik ezen a honlapon, mit csináltam konkrétan minden hónapban, hogy mennyi pénzt kerestem vele, és meg tudod majd nézni, akár így néhány hónap múlva, hogy oké, okay, mi lett ezekből a januári-februári cikkekből. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, azt is nagyon megköszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.